Sziasztok, áldottak, szeretettek vagytok, és köszöntelek titeket innen a nyaralásunknak a helyszínéről. Ez egy rendhagyó bejelentkezés igazából. Nektek, akik mindenben támogattok minket, akik velünk voltatok, igen, biztos értesültetek róla, megvan a doktori komplex vizsga. Ez még nem a doktori disszertációnak a védése, az majd csak 2 év múlva, ez egy ilyen doktori szigorlat, úgyhogy akik emiatt aggódtatok, vagy imádkoztatok, és hittetek velem együtt, akkor nagyon jól tettétek, mert ez annak a része. Dicsőség az Úrnak, tényleg summa cum laude minősítéssel sikerült abszolválni ezt az etapot is, és a megérdemelt pihenésünket töltjük a családra, úgyhogy körbe is mutatlak gyorsan ott a tengerpart, a többiek éppen most a délutáni pihenésüket töltik. Én meg a szívemen hordozlak titeket, mint mindig most is a szívemen hordozlak. És igazából ez egy kis rendhagyó bejelentkezés. Egyrészt azért, hogy hálát mondjak nektek, hogy lelkileg, fizikailag, a gyülekezetnek a dolgaiban, ki ahol tudott, jelenlétetekkel támogatotok és támogatok minket, imáitokban hordoztatok, mert ezek mind nagyon fontos részei a mi életünknek, nagyon fontos részei annak, hogy az Úr szolgálata az tovább tudja menni, és az a része, amit ránk bízott, ami rám, Belény Gyuri, a Szívbunker misszióra, gyülekezetre és misszióra bízott, hogy az tovább tudjon menni. Ennek ti is elengedhetetlen részei vagytok. Úgyhogy a 3 dologról szeretnék most kicsit beszélni. Nem tudom, milyen hosszú lesz, nem terveztem ki előre, vagy nem terveztem be előre. De bátorítok arra, főleg, hogyha azt jelölted be a kérdőjéveken, hogy te mindenben támogatsz, mindenben ott vagy, és az Úr munkáját és az Úr jelenlétét akarod előmozdítani, hogy akkor mindenféleképpen hallgass meg, mert azt szeretném, hogy felbátorodjon a szíved azokra a dolgokra, amik előttünk állnak. Mert, és ez az első pont, hogy jó élet. Az Úr Jézus azért jött, hogy nekünk életünk legyen, jó életünk legyen, teljes életünk legyen. Mert az Úr jó. Tudok erre álmet mondani? Ő szüntelenül mindig csak jó. Halleluja. És ezt nem, ez, ugye könnyű ezt így mondani a tengerpartról bejelentkezve, fürdőruhába, azért húztam egy fordult, hogyha látjátok, hogy ne félmesztelen álljak a kamera elé, de azt gondolom, hogy persze könnyű ezt mondani, de ugye ezt mondja Pál is a börtönben. Mikor börtönben van, a Filippi levélben azt mondja számtalan helyen, hogy örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Nekem jó az. Engem nem fáraszt, hogy azt mondom, hogy örüljetek. És én is ezt mondom, hogy örüljetek, mert az Úr jó. És hogyha az Úr jó, akkor az élet jó. Éppen készülünk ugye a búcsú szertartására a Sanyi testvérünknek. Kinek ez volt ugyanúgy a jelmondat, hogy az Úr jó az élet, jó élni, az Úr jó és szép. Szép dolog, jó dolog, hogy az ember megelégedettséggel tudja ezt élni. És ez akkor is igaz, hogyha körülmények nem ugyanúgy alakulnak. Persze könnyebb most, amikor láthatóban is vannak áttörések, amikor láthatóban is vannak eredmények, akár a doktori szigorúsággal kapcsolatban tényleg, hogy az ember majdnem 100%-os eredményt ért el, és ezt az akadémiai világi körökben is elismerik. Jó az, mikor végre sikerült eljönni, kikapcsolódni és relaxálni, mert az elég intenzív időszak áll mögöttünk is. De ugyanúgy ezt ugyanúgy abban a helyzetben, amiben te vagy, és amiben én is vagyok más területen az életünknek, ugyanaz, nagyon fontos, hogy ugyanaz legyen az életünknek a mozgatója és a motiváció, hogy jó az Úr. És jó életet hozta el számunkra, mert ez nem azon múlik, hogy mit látunk belőle, nem azon múlik, hogy hányan veregetik a vállunkat, nem azon múlik, hogy hányan lapogatják a hátunkat, vagy rázzák meg a kezünket, hanem ez egyetlen egy dolgon múlik, és ezt szeretnék, hogy ebbe bátorodjál, hogy felgerjedjen a szíved a gondolkodat, hogy az Úr Jézus Krisztus halálában és az ő feltámadásában van a jó élet. Én azért jöttem, hogy nektek életetek legyen, János 10:10 azt mondja, minden más, lopás, csalás, hazugság, megkárosítás, hátráltatás, akadályoztatás, mindegy az, hogy emberen keresztül jön, vagy körülményeken keresztül, mindegy az, hogy szánt szándékkal bizonyos emberek hátráltatnak, akadályoztatnak, vagy direktbe akadályoztatnak, mindez nem az Istennek, nem az Úrnak a terve, hanem ez az ördögnek a terve. És mi nem az ördögnek a hívői, nem az ördögnek az imádói, nem az ördögnek, nem az antikrisztusi szellemnek felülők vagyunk, hanem az Úr szellemének, akik igazságban és szellemben imádjuk őt, a golgotai megváltás és a golgotai befejezett megváltásért. Úgyhogy azért mondom neked, hogy ebbe bátorodj fel, hogy mindegy, hogy miben vagy, hogy jó az Úr, és hogy jó élni. És mikor így jársz, akkor ezek át fognak jönni a láthatókba is. Meg fog jelenni a láthatóba is, mert minden, ami a láthatóban van,
az a láthatatlanból áll elő. Ez is a láthatatlanból áll elő. Ízleges, járas magad, hogy jó az Úr minden körülmények ellenére, mert amikor nekem problémám van, az nem az Úrról beszél, hanem az én problémámról, az én körülményeimről beszél. Az Úr akkor is jó, és ebből a kimenekülésnek az útja, az akkor van, mikor megragadom, megerősödök ebben az igazságban. Jó élni, a jó életet hoztál számodra az Úr Jézus Krisztus, és ennek az alapja, ennek a garancia, hogy az Úristen jó. Mindenkor, minden körülmények között, minden körülmények ellenére. Szóval ez volt az első pont, amivel szeretek volna bátorítani, és még van kettő. Fantasztikus hír, ugye már nem kell maszk sem, már a legtöbb zárt éren sem, zárt rendezvényeken sem, mivel elértük a, nem is, én nem értem el, hanem az országnak a teljesítménye, az egész 5,5 millió beoltott. Embert, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit gondolunk az oltásról, hogy jó-e vagy nem jó. A lényeg az, hogy ezek a keretek elégségesek ahhoz, hogy találkozzunk gyülekezetként, és igenis találkoztunk eddig is gyülekezetként az elmúlt 3 hétben is különféle csoportokkal, különféle leosztásokkal. A szabadban találkoztunk, és közösségben voltunk, áldott közösségben voltunk egymással. És jól tettétek, hogy közben privát szűkebb csoportban is találkoztatok, vagy hogyha ellátogattatok más gyülekezetbe, és onnan is láttatok, tanultatok, tapasztaltatok nagyon sok jó dolgot, mert az Isten egyháza, ami sok egyház, vagy egy test, sok testrésztel, sok szobával, ugye egy másik szlogen szerint, hogy az Istennek az áldását hordozza, valamilyen módon, valamilyen szinten meg fog nyilvánulni. Halleluja! És van egy magyar, szép magyar közmondás, hogy a szomszéd fülje mindig zöldebb. És igazából ez a második pont, amiről beszélni szeretnék, és bátorítani szeretnék, hogy tanuld el a szomszédban, hogy miért zöld az a fű. Nézd meg, hogy kik azok, és milyen szívvel, milyen odaszállással, milyen lemondásokkal tevékenykednek a kertben, hogy az a fű az mindig zöldebb legyen. És azt valósítsd meg otthon. Valósítsd meg a te otthonodban, valósítsd meg otthon a te gyülekezetedben. És ti, akik azt jelöltétek be, hogy mindenben számíthatunk rátok, én hiszem azt, és így is gondolok rátok, hogy nektek a szívbunker a gyülekezetetek, a szívbunker az otthonotok. És pontosan ez, itt van a lényeg, hogy az, hogy a szomszédban szebb a fű és zöldebb a fű, az azért van, mert a szomszéd gondozza. Ha én otthon nem gondozom az én füvemet, mert elmentem nyaralni, és nincs automata locsolórendszerem, akkor az nem lesz olyan szép zöld, mint a szomszéd, aki otthon marad, és locsolgatja a füvét. Ez szellemi értelemben is ugyanígy igaz. Legyél hűséges az, ami az a... Legyél hűséges, ahogy én is, tőlem is ugyanez váratik el, azon, ami a tied. Legyél hűséges a kicsin, hát úgy kicsi dolog. Lehet, hogy csak az imádkozás. Lehet, hogy csak a munkádat jól végzed. Lehet, hogy csak az adományoddal rendszeresen támogatod. Lehet, hogy csak jót feltételezed a gyülekezetről, a gyülekezetvezetőkről, a testvérekről, a szolgálótársaidról. Legyél hűséges ezen a kicsin. Legyél hűséges a másén. Legyél hűséges a hamison is. És meg fogod kapni a sajátodat. Azt a helyet, azt az elhívást, abban fogsz benövekedni, és azért jó mondjuk inasnak lenni, mert az ember nem a saját felelősségén, nem a saját lován tanul meg lovagolni, hogy így mondjam, hanem másnak a lehetőségein, másnak az eszközein, másnak a felelősségén, lehet, hogy ezt már mondtam, tanulsz meg egy csomó dolgot, ami szükséges ahhoz, hogy az a fű, az tényleg zöld legyen nálad otthon, nálunk otthon. Van egy csomó terület, ahol tanulnunk kell, ahol haladnunk kell, ahol előre kell lépnünk abban, hogy hogy is legyen zöld, hogy is legyen zöldebb ez a fű, amiben benne vagyunk, amit ránk bízott az Úrban, benne vagyunk, hát igen, benne is vagyunk. A sűrűjében egy csomó változás van a világban, csomó változás van a gyülekezetben, csomó az egyházban, egy csomó változás van a szívünk egy gyülekezetben is. Igaz ez körülmények szintjén, igaz ez helynek a szintjén, de egy dolog, és ezt szeretném a szívetekre kötni, hogy a családban, otthon, a te füvedért te felelsz. Amilyenre gondozod, amilyenre nyírod, olyan lesz önmagában. Olyan lesz a formája, olyan lesz a helye, olyan lesz a kinézete, olyan lesz a színe. Bátorítalak arra, hogy legyél hűséges, hogy ragadd meg
ezt a dolgot velem együtt, mert ez ugyanúgy hitben kell megharcolni, de ehhez nagyon fontos, hogy világos kijelentésünk legyen az igének, a Bibliának, az ígéreteiről. És az egyik legfontosabb, Isten elhívása és ígéretei visszavonhatatlanok. Ennél új szövetségi igen, kevés van, az Isten elhívása és ígéretei, ajándékai visszavonhatatlanok számomra, de ugyanúgy számodra is. A te elhívásod, a te helyedre, a gyülekezetben, a szívmunkán, misszió és gyülekezetnek adott ígéretek, elhívások és ajándékok, amit az Úr nekünk adott, ezek visszavonhatatlanok. Nem változtatja meg a Covid, nem változtatja meg az, hogy éppen egy átmeneti időszakban vagyunk, amikor is a jóból a jobba megyünk. Ez egy másik nagyon fontos ígéret. Az Isten nem vonta vissza az ígéretét, nem vonta vissza a kenetét, nem vonta vissza az áldásait, nem vonta vissza az elhívását. Miért? Nem is azért, mert jól járunk, vagy nem jól járunk, vagy te jól jársz, vagy nem jól jársz, hanem azért, mert visszavonhatatlan. Isten odaadta, és ott van. Hogy mi mit kezdünk vele, mi hogy gondozzuk a fűvünket? Mi hogy gondozzuk azt a kertet, azt a területet, a szívbunkertet, hogy így mondjam, nagyon hazabeszéljek. Az rajtunk múlik, az nem az Isten jóságán múlik, nem az Isten nagyságán, nem azon a jó életen, amit ő elkészített és megszerzett a Golgotai kereszten, hanem az rajtunk múlik, hogy adjuk-e magunkat hozzá, vagy nem adjuk-e magunkat. Én arra bátorítok, hogy add magad úgy, ahogy vagy. Legyél hűséges azon, amit van. Mert ez bízta ránk. Ez a miénk. Ez, amivel megáldott minket, ebben nem vonta vissza az ígéreteit, az ajándékait, hanem egy átmeneti időszakban vagyunk. Az egész világ egy átmeneti időszakban van, és egy csomó mindenki nem tudja, hol van. Valaki begyorsít, vagy azt mondja, hogy kanyarban gyorsít, biztos hallottatok már ilyeneket. Lehet. Van, aki azt mondja, hogy hamarabb bevállal a dolgokat, vagy kockáztat, akár gyülekezetek, akár cégek. Lehet. Mi azért vagyunk felelősek, és mi arra vagyunk elhívva, hogy azért adjunk számot, amit ránk bízott az Úr. Mi pedig ránk az bizony, hogy a kegyelem evangéliumának a világosságát, akár profétálás, akár gyermeknevelés, akár életmód, akár tanulmányok is, közigazgatási dolgokban, hogy ezeket bízta ránk, hogy ezeket hozzuk egyre inkább világosságba, ezeket hozzuk egyre inkább az Istennek a tervének a megvalósításának az irányába. Mi erre vagyunk elhívva? Mert jobbból jobba megyünk. Ne csapjon be a körülmény, mert Isten jó. És hogyha te tudod ezt velem együtt, én tudom ezt, és azért mondom, hogy te is tudod, ezért bátorítok, hogy Isten nem változtat a terven. Nem változtat az elhíváson, és azon sem változtat, hogy az ő királysága növekedésének soha nincs vége. Mi a szívbunkerben nem jóból rosszba megyünk, nem egy negatív spirálba vagyunk, hanem egy pozitív, áldott mennyei spirálba vagyunk. Jóból jóba megyünk. A jóbolt a végére tartogatja. Sőt, kígyókon, skorpiókon és az ellenség minden erején taposunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ezzel nem spanoljuk magunkat, hanem ez a Bibliának a világos, újszövetségi kijelentése. És arra hívlak el téged is, hogy ebben újítsd meg a gondolkodásodat. Nézzek, szia, köszönjük, jól, hogy már itt vagy. Joy is itt van, ő nem is adott, úgyhogy halleluja. Mert az Úr jó, az élet jó, és hogyha mi hűségesek vagyunk azon, amit ránk bízott, akkor megyünk ebből a jóból jóba. Erre hívlak. És erre bátorítalak, hogy tartsd a lépést. Az átmeneti időszakokban néha nem lehet látni, hogy merre is van az arra. Mikor a bárkában volt Noé és az állatok, volt egy időszak, mikor óriási felfordulás volt az elején, utána volt egy időszak, mikor teljes csend volt. Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy 8 hónapig teljes csend volt. Szinte a víz sem mozdult. Nem volt árapály, semmi mozgás nem volt. Csak a békességes tűrés. De azt mondja az ige, békességes tűrés által veszük birtokba az ígéreteket. Mi, akik nem a meghátrálásnak, nem a kihátrálásnak, nem a kifarcolásnak az emberé vagyunk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk, hogy a jó életet megnyerjük, az életet, a jó életet megragadjuk. És ebbe bátorítanak, hogy újítsd meg, ne a szomszéd füvét nézd, vagy hogyha nézed, akkor tanuld el, hogy mit él. És az egyik legfontosabb, amit el tudsz tanulni, azért, mert ahol zöld a fű, ott vannak hűséges kertészek. Ott vannak olyan kertészek, akik hűségesek a kicsin, akik hűségesek a másin, akik hűségesek a hamison, és ezt tanuld meg. Ezt tanuld el, és ezt kultiváld a saját szívbunkertedben is. Ezt kultiváld a saját elhívásodban, a saját területeden, és ehhez egy tökéletes kert a szívbunkert. Szóval ez volt a második gondolat, amivel szeretek volna bátorítani. És a harmadik az, hogy aranyemberek vagyunk. Mi, akik odaszántuk a szívünket, odaszántuk az életünket, mi arany emberek vagyunk. Én úgy tekintek rátok,
Én így gondolok rátok, én így imádkozok rólatok, és az Úr így beszél nekem, mikor profétai kijelentéseket ad veletek kapcsolatban, mikor profétai kijelentéseket ad a gyülekezettel kapcsolatban, az egyházzal kapcsolatban, az elhívásunkkal kapcsolatban, mindig így beszél rólatok. Rólatok és rólam is, hogy arany emberek vagyunk. A hitnek az emberei, az áldásnak az emberei. Olyan emberek, akiket arra hívott el, hogy az arany menorát építsük. Hogy az arany gyertyatartóban beépülve nagyobb és nagyobb fajsúlyt, elsősorban tiszta arany fajsúlyt és tiszta és méretet is biztosítsuk neki. Ugye az előző prédikációban, hogyha nem hallgattad meg, akkor mindenféleképpen hallgass meg, mert az részletesebben prédikáció keretében kifejtettem azt, hogy az a címe, hogy mérlegen a gyülekezet, hogy mennyire kulcsfontosságú a gyülekezetről biblikusan gondolkodni, úgy gondolkozni, ahogy Isten gondolkozik róla. De ebben is az záró mondat volt, vagy az záró passzus volt ebben, mikor az aranygyertyatartóról, a menoráról beszéltem. Az aranygyertyatartó az mindig a gyülekezetről beszél, és annak a középpontjában Jézus Krisztusát tudom nektek garantálni, és tudom nektek jó hittel és tiszta lelkiismerettel megvalani, hogy Jézus Krisztus áll a Szívbunker misszió és gyülekezetnek életének a középpontjában. Azt is tudom nektek az Úr Jézus előtt megvalani, hogy ő áll az én életemben, mindent, amit csinálunk, mindent, amit tervezünk, mindent, amit kivitelezünk, és mindazok a dolgok, ahol kudarcot vallunk, még ott is őrá nézve történnek ezek a dolgok, őrá való tekintettel tervezzük, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint kivitelezni azt, amit ő ránk bízott. Szóval Jézus Krisztus a hét gyertyatartó, aranygyertyatartó között a középpontban áll a Szívbunker, ez egy ilyen hely, úgyhogy bátorodjon fel a szívet, hogy jó helyen vagy, mert Jézus Krisztus van a középpontban. Nem a törvény, nem egy kevert evangélium, nem egy karizma, a profitálás, a démonűzés, az adakozás, mindezek nagyon fontosak. Az összes kert, az összes fája nagyon fontos, de az élet fája, lényege, az a énekek énekében van, ami Isten feltétel nélkül szerelméről, hogy az Úr Jézus Krisztusban kifejezett és nyilvánvaló tett számunkra, abban nyilvánvaló. Tehát ő a középpont, Jézus Krisztus a középpont. Úgyhogy ti aranyemberek vagytok, akik ezt a gyülekezetet építitek. Akik a jó Istennek a jó életét a magatok szintjén hűségesen elkezditek művelni, csiszolni, hitből. A hit pedig nem a meghátrálásnak az iránya. Aki hitből él, az előre megy. Láthatóba, láthatóan. Hogyha mondjuk Ábrahámot vesszük, és Ábrahám életét néznénk kívülről, az életpályáját, kapott egy elhívást, nagyon világos, fehér volt az egész, hogy gyerek, Jurkazdimból nagy népét teszlek, amennyi csillaga van az égen, amennyi a föld van a tengerparton, elég sok van még itt is, ahol nem annyira homokos a tengerpart, de van homokos rész is, ne izguljatok. Lehet, hogy ki fog kapcsolni a videó, de azért próbálom gyorsan befejezni. De mégsem teljesített ki az egész, tehát nem fehér és nem fekete, nem siker vagy kudarc volt Ábrahámnak az élete, hanem sokkal több átmenet volt ezen a területen és ezen a részen is. Úgyhogy így van a mi életünkkel is, így van a Szívbunker életével, így van a proféciákkal, a kijelentések és azok a döntésekkel és stratégikus tervekkel, amiket kaptunk. Ez is nem fehér és nem fekete, nem mozizni kell, ne a moziba üljél, hanem legyél hűséges, hogy az a fű a zöldül. Legyél hűséges, hogy az arany, amit az Isten adott, amit rád bízott, te rád aranyember, az még inkább kicsiszolódjon, még inkább kiművelődjön, és még inkább beépüljön a Krisztus központú gyülekezet életébe. Mert a ti gazdagodásotok, a ti arany emberségetek, az a gyülekezet, igyekezzetek azon, hogy a gyülekezet épülését szolgálja. Úgyhogy mi itt tekintünk rátok, mi így gondolkozunk veletek, és hogy mekkora is lesz az aranygyertyatartó. Az nem az Istenen múlik. Az nem a körülményeken múlik, hanem az én szívemben múlik, és a te szíveden múlik. Az Úr arra hívott el, hogy nagy aranygyertyatot. A kijelentés, proféciát adott erre, hogy nagy aranygyertyatartót akar az ő kegyelme evangéliumának, a Krisztus központú életnek a középpontjába állítani. De ehhez te is kell lesz. Az Isten magát adta, a jó életet adta, és adott nekünk kijelentést, adott nekünk látást, adott nekünk vezetést, hogy ebbe az irányba hogyan tudunk kibontakozni. Ehhez te is kell lesz. Tekints magadra aranyemberként, tekints ránk is aranyemberként, tekints a társadra is aranyemberként, tekints a szolgálótársadra, és hozd elő az aranyat magadból. A nehézségek, a próbák, terhek, a kihívások, a kísértések terhe alatt jön elő az arany. Úgyhogy erre bátorítanak, hogy úgy az, hogy nyomás alatt vagy, kihívások,
kísértések közepette vagy, hogy most tisztul az az arany, hogy egyre értékesebb és egyre fajsúlyosabb legyen az Isten népe és az Isten munkája, amit a szívmunkája missziós gyülekezeten keresztül akar és fog kivitelezni. Befejezem, és azt mondom nálatok, hogy áldottak vagytok, szeretettek vagytok, és az Isten teljességében fogunk tovább menni jóból, jóba, mert a jó életre hívott el, a jó életet hozta el számunkra, és ebben tudunk mi is egy akarattal, egy testként, menoraként világítani a sötét éjszakában. Így vagytok áldottak, és így vagytok szeretettek.